Most kezdődik az őzek nász időszaka. Ebben az időben az őzek kevésbé figyelmesek, és nem csak hajnalban és szürkületkor, hanem egész nap aktívan mozognak. Emiatt nagyobb az esélye annak, hogy találkozunk velük az utakon, így fokozott óvatosság szükséges a közlekedés során. A természet ezen különleges időszakáról, valamint arról, hogy mire kell figyelni a közlekedés során, Fazekas Gergely, a Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezetének titkára beszélte a nyíregyházi televízió. Nyilván ugye ilyenkor a autósoknak fokozottan figyelni kell, de minthogyha igazából a szokásos dolgokon túl tudnának többet tenni, hiszen amikor meglátják az őrzet, akkor vészfékezés, kormány meg fogjuk stabilan, ne ráncsuk el, ne csináljunk egy bajból kettőt, hogy még az árokba is beleborulunk azon túl, hogy a őrzet elütöttük, de igazából ettől sokkal többet tenni nem tudunk, hiszen ha jönni akar az őrzet, akkor fog jönni. Nyilván azokon a helyeken, ahol jobban belátható az útnak a széle ebbe a dús vegetációs időszakban is, igyekezzünk körültekintőbbek lenni, figyeljünk jobban, akkor talán el tudjuk kerülni a bajt, de hát ahol egészen az út szélé kijelő növényzet, onnan, ha győz kilép, akkor nyilván kevesebb lehetőség van elkerülni az ütközést. Az igazi veszélyhelyzet inkább az, hogy ugye mondtam is, napközben is találkozhatunk velük, és ugye még az üzekedés elején, amikor viszonylag kevés olyan nőivarú egyed van, kevés huta van, amely párzásra képes, ugye a többi néhány párzásra képes nőstének a szagát már érzik a bakok, keresik, és szabályosan, mint a kutyák, ugye földre szegezett orral mennek a szagnyomon, és őket aztán ilyenkor nem érdekli, hogy úton kellett keresztül menni, vagy esetleg lakott területen, ők menni fognak és nem figyelnek, tehát nekünk kell figyelni. Fazekas Gergely hangsúlyozta, hogy ha valaki mégis elüt egy őzet, azonnal értesítse a rendőrséget. Mivel az ilyen jellegű baleset közlekedési balesetnek minősül, elsődlegesen feltétlenül szükséges a rendőrséget értesíteni a baleset bekövetkezéséről. A rendőrök kihívják a hivatásos vadászt, aki megvizsgálja az őzet, és a rendőrség felveszi a jegyzőkönyvet, amely szükséges a biztosító számára. Fontos, hogy ne próbáljuk meg elvinni az állatot, mert az bűncselekménynek minősül. A baleset bekövetkezéséért való felelősség megállapítása és a kárért való helytállási kötelezettség megállapítása komplex, így gyakran alakul ki jogvita vaddal történő ütközésből eredően. Van a vadászati törvény, amely kimondja, hogy milyen esetben felelős a vadászat vagy jogosult, illetve van a polgári törvénykönyv, amely kimondja, hogy veszélyes üzemek találkozásánál mindenki viseli maga által elszenvedett kárt. Gyakorlatilag a vadászat, illetve a vadgazdálkodás és az autóvezetés mind a kettő veszélyes üzem. Ha ezek találkoznak, és senkinek nincsen vétkes ráhatása, akkor mindenki viseli a saját kárát. Nyilván, hogy ezt az autósok úgy érzékelik, hogy ez velük szemben egy kevéssé elegáns megoldás, mert hát az autóban kellett több százezer forintos kár, de hogyha azt nézzük, hogy egy őszbak, egy 5-600 grammos, tehát kapitális agancsi őszbaknak a forgalmi értéke millió forint fölött van, akkor nem is tudom, hogy ki állt rosszabbul, nem beszélve egy komoly agancsú gímszarvasról, ahol ugye több milliókban mérjük az értékét. Na most a kocsiba okozott mondjuk félmilliós kárt, a szarvas megdöglött 3 milliós kárt a vadásztársaságnak, tehát igazából szerintem az a jó, hogyha mindenki viseli ezt a kárt, és egyébként a jogszabály is így szól. Egyetlen kivétel van, hogyha bizonyítani tudja az autós, hogy a vadászat közben került az útra a vad, tehát mondjuk egy hajtás volt, és abba az irányba hajtották a vadat és odaszaladt. Na de hát erre meg értelemszerűen a vadászok figyelnek, illetve az időszakban amúgy sincsen hajtóvadászat, tehát igazából a vad saját élete során, ahogy mozog, úgy fog oda kerülni az útra. Az Országos Rendőrfőkapitányság minden évben külön felhívja a figyelmet arra, hogy július és augusztus közepe között az autósoknak minden útszakaszon a szokásosnál óvatosabban kell vezetniük, nem csak a vadveszélyt jelző táblák után. Ha az út mentén őzeket látunk kergetőzni, kötelező lassítani. Ha egy őz átszalad az úton, számítsunk rá, hogy több is követheti, ezért lassítsunk és dudáljunk. A motorkerékpárosoknak különösen óvatosnak kell lenniük, mivel ők jóval védtelenebbek az autósokhoz képest. Az ütközés elkerülhetetlensége esetén vészfékezzünk, de ne ráncsuk el a kormányt, mert az útról letérve vagy a szembesávba sodródva nagyobb baleset történhet. Vadgázolás esetén hívjuk a rendőrséget, akik értesítik a vadásztársaságot az elpusztult vad elszállítása és a szükséges teendők elvégzése érdekében.